Ó, sziasztok gyerekek, képen jelentkezik! Várjál, mit akartam csinálni? Ja, mentünk egyet, mert elindulunk a horror kalavánnal, de viszont lehet, hogy aludni kellene egyet éjszaka, ugye? Beugrik a képer, jaj, a horror karaván elindul, és akkor leszünk, jaj, de nagyon jók. Na, jó, sok mindent látok egyébként. Mondtátok, ne féljek ettől a hangtól, nem fog történni velem semmi olyasmi. Oké, várjál. Ide. Induljunk meg. Gyerekek. Indulj meg. Indulj, indulj. Hát igen. Kicsit icipicit túl vagyunk terhelve, gyerekek. Nagyon picit túl vagyunk terhelve. De nagyon imádom, nagyon élem, gyerekek. Nagyon élem. Horror karaván indul. Nézzük az üzemanyagot. Jó, van benn gyerekek, jó lesz ez. Jó fele jövök? Hopp, 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 hopp. Hopp a hülye keeper, hopp. Már röhögtetek. Tudom, hallottam a röhögéseteket, azért fordulok meg. Már röhögtetek, hogy a keeper a hülye oldalon, a rossz oldalon megy, more. Jó van. Jó van, nehogy lehessen. Baze! Hát majdnem elcsöztem, gyerekek, majdnem elcsöztem. Ugye, hát izén vagyunk, baze. Megfordultam egyszer, amikor ráálltam arra a szarra, várjál. Nézzük, hogy nincsenek tereptárgyak az úton. Hopp. Jó van. Nem hullik le semmi, úgy látom. Megyünk, gyerekek, ide kapbolyok, az közben lövök, mint lóru, gyerekek, ne vicceljél. Nagyon élem egyébként, imádom ezt a játékot. Nagyon élem, hogy föl lehet rakni a hordókat így random. Szevasz tesó, nincsen felvétel. Fullon vagyunk, fullon van a verna. Fullon van a hordóban, gázpalacka a gyerekek. Komolyan kipróbálnám gázpalackba, beldurrantok egyet, de nem akarom még. Még elkezdi, hallod? Azért jó, jó vagyok. Na hát nem akarom még felrobbantani a gépet. Gyerekek, ide pár nem pattintanék egyet, lehet nem tenne jót neki. Egyébként jó a fizika, áll mint Katiba a gyerek minden. Jó van, gyerekek. Hello, hello, haver. Ne szomorkodjál, majd jön a busz. A 280-a sikaruszba, gyerekek. Be tudok tölteni 140 liter üzemanyagot azzal a világból. A világból kimegyek. Nézzük. 280-a sikarusz. Az a cél. Az a cél, gyerek. Azzal hallod mindent te visző. Telerakod minden szajréval, hallod? Szevasztok, gyerek. Oda néz a sziamikrek. Azt a betyár. Azt a... Megvoltak, össze voltak tümbedve a gyerekek. Jók vagyunk. Halljátok egy kicsit, most egyenes az út, körülnézek. Jaj, a gázpalack kettő fétem, nem van fölrobbanunk. Belelövök egy... Elő... Hallod, nem merem, nem, ez a puskát szeretem a nálamban, de úgy félek, hogy belelövök egyet, kirepülünk itt a világból. Jaj, gyorsak vagyunk. Jaj, jó van, nem esett le sevi. Semmi se. Ott van a kék hóember. Ott volt. Ott volt a kék sapkás. Ott te. Köcsög! Köcsög! Jaj! Jaj! More! Majdnem sikerült. Figyelje! Visszarakom innen. Majdnem sikerült meghalnunk. Várjál testvérem, baj van. Jaj, fiatalok. Jó, tehát van ebben egyébként. Lassan fogy. Na, halljunk ki rendesen, így követnünk. Mire az Ace Ventura, gyerekek. Láttátok-e azt? Szerintem biztos láttátok. Vajon fölöltöttem a Skodát, gyerekek. Egyébként emelkerülnek, egy kicsit kéri a kakaót most így. Meg nem igen látok a másik oldalra, úgyhogy nézni kéne épület neve. Nem adjuk el az épületeket, várja. Ezt a hordót majdnem behagyom. Megálljunk. Mi legyen, várja, visszateszem. Menet közbe, úgy. Menet közbe, gyerekek. Pakolgatok. Egyébként itt végig tudnám rakni az egész tetőt hordóval, úgyhogy ha hordó lesz, hordjuk, gyerekek, hordjuk. Hordjuk a hordót, nézzük, mi a szitu. Nézzél rá, keeper, jó. Szerintem teljesen jó vagyok. Egyébként szépen okosba gurulok ilyenkor. Gázpalack, hegyek.
Gaspar, azt megint átjött ide hozzá, várjál. Ojojaj, kő. A kőre nehogy ráhajtsuk, mert akkor végünk van. Vége a bulinak. Pianóba megyünk. Pianóba megyünk, bemegyek, aztán rendet teszek, várjál. Gázpalac kire jött. Hallod, itt száguldok közben? Vakon. Az jó. Jövünk a 100 sok liter üzemanyaggal. Az Icarus irányába. Megfogjuk. Oda nézzetek, ott az micsoda. Azt mondd meg. Megy az UFO, UFO. Ott a repülőgép, tessék. Repülőgép van a játékban. Jobbják az airdropot. A légi deszantosok ugranak hagyakamba, mert attól leszek én igazán nagy otromba. Ha leesik a hordó, az nem túl jó a képernek, mert akkor az Icarus nem megy sehova. Az ilyen belga-szerű zene volt, gyerekek. Menj, maradjál már, te meg le akarsz esni, Anna. Jó lenne már, ha belagolna ez a játék nekünk, mert az azt jelenti, hogy az épület éppen épül. Ezek a rímek nem túl jók, mert elkapcsolnak a nézők. Halljátok, figyeljetek, nyomok egy kövérgázt, figyeld. Eszi álma, eszi az olajat rendesen, várjál. Várjál, Keeper, nem látsz el a kanyarba. Lehet, hogy ott van egy otromba. Hó ember, és jól fejbe vár. Mir! Ah! Hú, a hóna alatt átmentem, more! Nem lőtt ez a szar. Nem volt fölhúzva. Oj, hallod? Lenesen. Most nem azért mondom, de itt a monitor előtt én behúztam a fejemet. Esküszöm, gyerekek. Esküszöm. Esküszöm. Hogyan? Jó van. Hallod? Azért a hóember is, mit lát a kék hóember? Jön egy ilyen skoda, ki van jól van, parasz gyerek belőle. Ki van belőle hajolva a parasz gyerek, aztán tele van hordóval. Horror karaván. Ezek szerintem rájöttem, mik ezek a kék sapkások, ezek rendőrök akarnak lenni. Igaz volt. Hoppá, házikó! Hoppá, házikó. Azt nem mondjátok, hazaértem, mert akkor öngyilkossággal leszek. Fölrobbantom magam a Skodába. Na? Ez mi ez? Bőzinkút? Bőzinkút? Azt hisz bőzinkút? A Skodával veretjük. Nagyon durván megyünk. Hogyha a kék sapkások jönnek, mind megesszük. Skodával, Skodával most már veretjük. Kicsit fékezünk, hogy meg pihenünk. Nem megyek le a hóra, gyerekek, mert bajok lehet, hogy lesznek. Valahol itt van, ugye? A kéziféket berántottam, álljál meg. Kibetű. Kiszállás. Kiszállási tilalomban. Itt nem kiárási. A horror karavánnal nagyon vereti a Keeper. A szart nem szereti. Mi van ebben, barátaim az urba? Üzemanyag? Várjátok. Valahogy mentek egyet, mert itt bajok lesznek megint. Már mennyi mentést elfoglalok? Egyébként ezt csinálnák meg egyszer ebben a rohadt izébe például. Seven Days to Die, lehetne menteni, hallod? Én annak tudnék annyira örülni, hogy az őrület. Na, mi van itt még jó? Jó gumi, nekem vannak jó gumiaim. Jó, felni van jó gumi, felni is. Mi van itt? Ég a karácsonyfa. Mi még? Visszapillantó. Jaj, egy komplett motor, testvérem. Nem kell. És nem azért... Jaj! Ez feledeklen hóna. Igazából itt semmi nincsen egyébként, ahogy látom. Ezt kérdezted, hogy mi az a piros csík végigmegy? A piros csík végigmegy, azt jelenti, hogy mennyire dobja messze. Semmi sem nincsen. Várjál? Olaj. Mennyire eszi az olajat? De várjál, ebbe izé van, keverék, figyeld. Keverék van benne. Szerintem egyébként az nem árt a keverék. Eventjük, jó? Eventettük. Azt izé... Én úgy gondolom, hogy... Figyelj, én raktam az izébe Ventóval is keveréket, amikor úgy volt, aztán semmi baj nem volt. Tetőre nem lehet felmenni? Nincsen valami ott? Nincsen? Jó, akkor beleöntjük ezt a kettő kutyaszart. Nyisd ki. Nyisd ki. Várjál, most... Ezért kéne nyomnom balegér gombot, nem merem.
nem jó. Várj ezt. Jó, van már 4 liter, oké. Okay. Azt mondom, hogy ezt is szerintem beleküldöm. Figyelj, most annyi olaj, semmi, 0% olaj, gyerekek. Ez teljesen jó ez így. Várj, ezt elrakom. Rávántunk a pisztolyra, pukkára. Lír felhúztuk, azt már mehetünk is tovább, ennyi volt, gyerekek. Megint szereztünk egy kis üzemanyagot azért. Figyelj, te meg moderáld magad ott, légy szíves. Oh. Kézifék. Kicsit ezzel indulunk egyébként, azt észrevettem, tudom. Túl vagyunk terhelve, nem kicsit. Túl vagyunk terhelve, nem kicsit. Skorá egy kicsit megsínyli szerintem. Mi van ott? Külyeg vannak az uton. Jó van, gyerekek, ezzel nem voltunk előbbre ezzel a résszel. Mármint ezzel a benzinkúttal. És kubizom, hogy nincsenek-e idők ellenséges jó emberek. Jó nagy csomagtartója van a Skodának, azzal jó, hogy jártunk egyébként. Várja, nem melegszik a Skoda? Hi, hát azért nem melegszik. 60 fokos van. 60 fokos a Skoda. Vize. Azt utáltam, amikor a Trabantban mindig fölfort a hűtőíz. A szörnyű dolog, gyerekek. Esküszöm. Nálatok volt olyan? Trabantban a hűtőíz fölfort? Húj, hát ez tudom, nem valami nagy poén, de azért ezt muszáj elsütni. Szerintem ember nincs a földön, aki nem sütötte. Ott mi van az úton? Azt nézem, figyeld? Kűj. Kűjek vannak az úton. És attól a keeper van a plafonon. Hajtja a gépet. Százzal is téphet. De spórol az üzemanyaggal. Ez kb. Belgának vannak ilyen... agyamenzenéi. A Skodával megyünk. Hé! Nincs visszapillantóm ezen az oldalon, ezen az ajtón. Hova tűnt, gyerekek? Valaki lopja a visszapillantómat? Mi történt? Valaki lerúgta a visszapillantómat. Jókor jut eszembe. Hát nem tudok arra nem látni, vagy nem tudok látni jobbra. Megvan a hordó, Valami töltődött be biztos a távolságba. Ott van a házikó, itt van el ásva. Hát jó lenne valami jó kis... Tudjátok, minek tudnék örülni? Egy rohadt utánfutónak. Egy rohadt utánfutó, vagy egy Icarus. Ez a kettő a kipörnek álma. Egy rohadt utánfutó, vagy egy Icarus. Ez a kipörnek a álma. Rosdás hordóba visszük a üzemanyag. Gott. Lekapjam az ajtót, mehet közbe, gyerekek, azzal. Valahogy lekapom az ajtót, mehet közbe. Ezzel verem nyakon a ízét, ha jön a hóember. Azért tényleg leveszi az ajtót, mehet közbe, hülye. Jaj, mozgolódnak. Azért megyünk ám, nem kevésre szerintem, figyelj. Benézek az ablakon, hallod? Oh! Baj van, gyerekek, baj van. Álljunk meg. Azt a betyár úristeneteket. Tudtam, éreztem. Várjál. A nyakamba gyűjtek a gázpalackok is, more. Bazd meg. Anyja, azt a... Halljátok, azért itt azért van veszélyforrás, várja. Kéne szállnom, azt próbálnám. Ezt a betyár úristen, gyerekek. Ez az egy csúnya dolog volt. Csak nem megtámadjon egy hóember, mert szigorúan
Uram, közeli alapodba kerülök, hiper! Ennek a hordónak meg kitüremkedik az alja. Ez a nehezebb. Azt, ezt kellett volna beraknom alulra. Úristen! Hallod, ezt így tudja vinni csak. Jó, ezt rakjuk alulra, hallod? Ezt ilyen lazán érted, így dobálja. Így. Másik az meg... Mind... Ah, így emeli meg, hallod? Ezt figyeljétek, hogy megül a Skoda tőle, figyeld. Bedobom. Figyeld. Úgy. Ez könnyű. Ez laza. Egy. Jó vagyunk szerintem, jó ez. Jó, mehetünk, szerintem minden oké. Okay. Kicsit van volt fönforgás. Kik a hajon, ez kézifék. Oké. Okay. Mindjárt. Kihajolunk. Ezt veressük. Nehezen indul. Köpi a lángot, gyerekek, nem tudom mi ez. Köpi a lángot. Na jó van, oké, menjünk. Tovább megyünk, mint az állatok, aki pörni, ha váltogat. Na. Jó. Fogadjunk, nem fogok találni egy büdös ikaruszt egész játék alatt. Most, hogy van egy csomó üzemanyagom, az ilyen, milyen ellenfél. Megint éjszaka jön a keepernek, az esze elmegy. Na, tényleg nem tudok rímelni, úgyhogy nem tudom miért énekleg, vagy miért verselek. Figyelnem kell az első, meg a hátsó ordókra is. Hallod, ki kéne itt izény, kinyittanám. Fóna 43 liter üzemanyag kifele, de az eléggé. Ezt nézem, semmi nincs, hallod? Ez elég faszul, vagy elég szarul áll. Ott remélem el. Lehetok hátrébb csúszok. Próbálom elérni azt. Remélem el azt a hordót. Kicsit hülyén áll hátul. Ja, kéne aludni egyet, gyerekek, szerintem alszunk egyet. Aj. Álljunk meg, aludjunk egyet. Asszunk egy gyerekek, jó? Oké, srácok, Franco minden, Franco Nero. Vigyék el fel a nap. Horror karaván újra induli. Oké, kézifek, jó? Majd megnézem, hogy mennyi üzemanyagunk van, annyit mutat. Ó, még mindig nézzétek, tök jó. És még mindig nem mutat, nem is világít a szegénységjelzőnk. Látok, gyerekek, azok gázpalackok, Jézus Úristen. Jézus, Úristen, meghalunk. Meghalunk, mind meghalunk. Sose érünk el az ikaruszik. Az a másik hordó, az a ha... Jaj. Egyszer meghalok. Ott a ház! Ott egy épület, gyerekek, épület érkezik balról. Ott lesz az épület, ott lesz az épület. Nem tudom a gázpalackokat minek hoztam, robbantani, gyerekek. Ha valami keményebb helyzetben vagyunk, robbantunk, felrobbantjuk. Önmegsemmisítőt bekapcsoljuk a verdán, mint a macska fogóba. Ezt a gombot ne nyom meg, piros gombot. Mi az? Dír, megnyomom. Na, nézzük előre, figyeljetek. Kilőjük a izéket, kilőjük a köcsögöket. Ha vannak útközbe. Tiszta izé, tiszta tankos játék, mi az? Vot. Kicsit, ügy. Nem látok ellenséget. Breko, az nem egy busz. Breko. Nem egy busz. Van egy nagy darab valami mögötte. Jó lenne, busz lenne. Ha hordót találunk, még fögy zsufoljuk ába tetejére, rájöttem. Hát pattognak a hordók néha, pattognak. Breko. Nincs busz. Az egy kerti budi lesz. Pottyantós, klozet. Bandi, klozet. A szánkó meg ki van elé csapva. Jó, hogy lassan gyűjtem, álljál meg, Sanyi. Kézifék. Gyújtás.
Tam gyújtás, jó. De ez még mindig... Álljál meg! Először mindig földerítjük a terepet, gyerekek. Az első, hogy fel kell deríteni a terepet. Szarba, vagy nincs ide? Nincs. Autorádió? Ó, egy jó izé. Ó, egy trabant ajtó. Mária, 3 deci üzemanyag. Ezt ide rakjuk. Mi van ott? Ajándék. Légpuskalőszer annyi van, mint a sár, nem kell, gyerekek. Szerintem még nézek minden gyorsan, nem tökölősen. Olaj, nem is néztem az olajat a messzi, de szerintem talán nem. Meg megnézzük a padlást, és akkor igazából ennyi, ki is lutoltuk a helyet. Jó. Itt is van üzemanyag, mehet ez is oda. Jó, hát összesen 6 deci üzemanyagot azt hiszem, hogy mennyit találtam, azzal nem megyünk el búcsúba, de figyelj, igazából elég keveset teszik a gép, ahogy látom. Úgy. Úgy. Húha. Várjál, gyerekek. El kell raknom a fegyvert, mert ugye megnyomom a gombot, akkor lő egyet. Figyeljetek, 5,2 literünk van, úgyhogy ez nem rossz. Ezt el kell igazítanom, ez majdnem lecsúszott. Úgy. Meg ez is egy kicsit mindjárt azt is. Na. 5,6 liter. Teljesen jó. Ezt visszavesszük. Vissza. Ezt így. Ezt is egy kicsit odébb rakom. Úgyne. Na, másunk úgy látom nincs, úgyhogy... Hát itt nem látok semmi olyat. Most... Magnó, nem. Jó vagyra érdekel, mehetünk. Egyébként ezt az ajtót nem levenném, akkor például könnyebben kihajolnék, nem? Kézifek ki. Mondja neki is annyi. Ezt kikerüljük szépen. Oké, gyerekek, verhetjük tovább. Hát tudom, hogy mindig rövid részt csináltam ebből, azt úgy gondoltam, hogy akkor most legyen egy kicsit hosszabb, oké? Hát tök jó, tetszik ez a játék, srácok. Tetszik ez a játék. Edmond Loco... Nem Edmond. Nem ő írta. Na mindegy. Nem jut eszembe, ki írta. És már az is se felejtettem, hogy mit. Én kipróbálom, hogy beledurrantok ebbe, belelövök egyet, mi történik. Biztos izgalmas lenne. Na. Szépen haladunk, okosan. Figyeljetek, üzemanyag van bőven. Annyi a szitu, hogy vigyázni kell, hogy nehogy összetörjük magunkat. Szerintem még Ferike is büszke rám. Ilyen ügyesek vagyunk, meg mindenki most csoda történt. De egyébként tényleg nem mentegetek, meg nem töltögetek vissza. A hülyeségemet általában föl szoktam vállalni. Ó, meg ugye nincs vágva a videó, gondolom az úgy föltűnik. Nézem a izét, a hordókat mindig. A hordókra kell figyelni, mert rengeteget tudunk menni, úgyhogy... Elég sok távot megteszünk, most leesne a hordó, amire visszanézek, már tolathatnék vissza egy kilométert. Hoppá. Izegnek, mozognak. Hú, ember. Nem tudom, mennyit mentem már, de nem keveset egyébként. Várja. És mert nem... Jaj, ha nem megyünk... Az útról nem szabad hirtelen kormányozdulatot, azt már megtanultam. Meg akarom nézni, mennyit mentünk. 20 kilométer, gyerekek. 20 kilométernél tartunk. 20 kilométerre távolodtunk el az otthonunktól. Mi azért annyira nem rossz. The Long Drive. Egyébként nincs elágazás ebben ezen a
az útszakaszon, ugye? Ugye ez egy, ha jól értelmezem, ez egy full véletlen generált, random generált map. És random vannak ugye egymás mögött az épületek folyamatosan. És egy hosszú útra vannak felfűzve, és így váltakoznak a különböző dolgok, amik lehetségesek lehetnek, azok gyűnek elő. Éppen ahogy a random generáló röncör dobálja be, ahogy itt értek a programozás, azért így tudom elképzelni ezt az egészet, hogy ugye mondjuk gondolom az egyenesek, vagy meg vannak szabva, hogy minden, mondjuk minden szekciónak ugye van egy egyenes része, talán minden résznek egy egyenes része, ahol össze tudnak kapcsolódni, és akkor úgy kapja mindig. Bendy 0499 cségózik gyerekek, ott jobb oldalt alul, nem tudom ti látjátok-e. Steam-es értesítést megkaptam. Életemben nem talán egyszer játszottam cségot, de valahogy sose... Ez a Skoda, ez rettenetesen olyan, mint egy hajó be tud dőlni be ezzel a kanyarba. Figyelek ezerre, hogy gyűjjön valami, de nem gyűjnek az épületek, annyit kell menni, mint az állat. Döntjük a Skodát a kanyarba be. Egyébként úgy túl van terhelve, olyan magasabb van a súlypontja, hogy kicsi kanyarodásnál és már 45 fokba akar állni. Na, a fikk is cségózik, gyerekek, fikk is. Nem tudok, azt a időt akarnám válni, tök egy pillanat. Ezt a hordót rakjuk beljebb, baze. Hogy jó, éppen időve. Jaj. Nem nagyon akarok nagy korbány mozdulatot, mert biztos, hogy fedöntöm a verdát. Nem akarom szana széthújjam minden. Nagyon hosszú, ez tényleg long drive, testvérem. Ti azt eltaláltátok ezt a cibet. Ezt nem tudom, ez előre talált... hogy volt a koncepció? Először volt a játék címe, utána volt maga a játék megkészítve, vagy csináltátok ezt a játékot, és akkor... az ez ide... hosszú út, hallod? Legyen az a címe. Ez nagyon találó. Oké, tesók. Legyen az a címe. Közben pakolgatom a hordókat. Egyébként nem tudom, lehet, hogy hátra is befér volna, de szerintem így jó, hogy az aprólékot ott beszórtam a kocsiba. Nagyobb dolgok azok meg. Bassza, milyen hosszú ez az út. Nagyobb dolgokat meg egy kiakgöttem a kocsi oldalára. Te, a Doggy Andy megvan még hátul. Gyerekek. Doggy Andy megvan még hátul, log. Jó lenne, már jönne valami most komolyan. Már kezdek izgulni, hogy... az Ikaruszt az büdös életben megint nem találom meg. Írtátok egyébként, miért kezdted újra, képen ott volt az Ikaruszt? Hát, oké. Csak ugye voltak problémák igazából. Képen nem volt egy felkészült player. Hopp, mi az? Semmi. Na, itt egy egyenes gyanítom, hogy lehet, hogy ilyenek kapcsolják össze magát a játék. Tér különböző szekcióit, itt csinálunk egy slidert. Emlékeztek arra a filmre, Slidersre? Hú, de szerettem, hallod? Az nekem egy nagyon etanol, egy nagyon bírtam. Nem etanol, hanem etalon volt. Nagyon etanol volt az a film nekem. És elkaptam ezt az új betegséget, az intelligenciát. Voltam a doktor bácsinál, aztán azt mondták, hogy az IQ tesztem az negatív lett, hál' Isten. Na. Hát meddig kell még menni, Mori? Hát már komolyan mondom. Egyébként így oldják meg, hogy hiába van sok üzemanyag. Lehet, hogy lehet figyeli a game, hogy mennyi üzemanyagod van, aztán akkor ne tessék, testvér. Mi az, hogy nem fér ki? Büszke vagy magadra? Majd rájössz szám. Hopp. Ki ne essen az ablakon a izé. Hú, gyerekek, már kezdek. Lefogy a fejem itt, ki van dugva. Veretjük neki. Lelövő, gyerekek, valamit ki kell találni. Lődi ezekre a bocskokra. Figyeld. Következőt, mint a... oda nézzél, figyeld a... dír. Jaj, most jó kicsözek magammal. Szétgurulnak az alkatrészei, aztán megakad benne a keeper. Figyelj, töltöm a puskát, miközben veletek. Ez azért... de tudok valamit. Hopp, beakadt. Talán most töltődött, arra megy az út, és még mindig nem látok semmit. Gyerekek, most nyílgáz. Szerintem most kifeszült a mutató.
120 és én meg bizére. Ne 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 Jaj, gyerekek, ez nagyon gyors. És nagyon érzék egy ilyenkor, ilyenkor baj, bajok nem kicsik, hallod? Finom legyél, és tőjes kanyar jön. Hallod, dől a Verda? Esküszöm, dőlt a Verda, jaj. Nincs külső nézet? Mit ha mondtátok volna, hogy van? Várj, álljál meg, nézzük meg a nézet. Külső nézet nincs. A jump run. Use, mount, object, equip, inventory, sleep, reload, fishieldy, look, Q, zoom, Z, Y, jó, hide, hood, 3D screenshot, én nem látok, kamera C. Azt a bötyár, gyerekek! Jaj, more! Hallod, ki van a fejem a izé kocsiból? Tényleg akkor nem kell kiné... Úgy né. Azt a betyár, gyerekek. Horror karaván. Nagyon kemény, hallod? De miért rég a izé? Miért rég a hátsó féklámpám? Ja, nem a féklámpa. Akkor miért rég az? Az a dolog. Ez nagyon horror, egyébként. Te Máriás huncut. Pörög a izé, nem hiszed el. Hopp! Hopp, hopp, jaj, nehogy... Nehogy... Jaj, jaj, jaj. Most töltött valami gyerekek ezzel. Töltött kolbász, mi? Tudjátok, mi töltött? A hurka töltő. Na, most tuti, hogy be... Most jön egy épület, érzem. Érzem, bekapjuk az Ikaruszt. A horror karaváddal. Nagyon jó, Eddie. Mert akkor a Keeper... Vereti. Öngyilkos, ha támadnak a kék hóemberek, nem tudok mit csinálni, belelövök egy hát a palackba, azt öngyilkosok leszünk. Megint nagyon gyorsak vagyunk ám. Basze. Hallod? Ja, mi csak egy fej vagyunk, gyerekek. Ott vagyunk egyébként. Horror karaván! Új gumik vannak, gyerekek! Diagonál, radiál, minden. Na? Várom az épületet, de nem gyűr. Ezt a kagyart óvatosan... Kagyarban nagyon kell figyelni... Ó, látod, erről beszéltem. Nagyon magas a súlypontuk. És megint éjszaka van, és nem érünk el sehova, megőrülsz. Kihúzatjuk az egyenesbe. Oda nézzé. De azért ül a Verdám. Hallod, ezt megraknád, karcolnál az aszfaltot? Kíváncsi lennék. Ja. Jaj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 
Úgy. Refivel. Refivel befigyel. Nem tudom, gyerekek. Jó lenne, már oda járnék valami hova. Hallod, nyomok egy VT-t, akkor el lehet aludni menet közben. Ezt nem kéne. Látok. Nyomjunk egy satút. Figyelj. Én inkább éjjel alszok egyet szerintem. De most nagyon beakadt, valami történt. Gyújtást leveszem, aludjunk egyet. Hát már komolyan mondom, addig nem fogok nyugodni ebben a részben, amíg el nem érek valamit a horror karavánommal. Valahova én nekem szeretnék kijárni most már. És már megyünk is, figyelj, ennyi volt. Küldjük neki. Rendesen ketyereg a motorben. Csávót ezt így beviszem szerintem. Ezt külső nézetbe csapatjuk, jó, hol a karavánnal. Szerintem ide férne még egy 5-6 hordó ránk. De akkor aztán tényleg ülne a Verda. Az a cél. Telerakni hordóval a gépet, majd pedig egy Ikaruszt szerezni. Egy Ikaruszt azt aztán meg lehetne rakni. De már valami legyen, már szeretnék elérni valahol. Ott az valami épület? Haj! Sanyi, várjál! Várjál, dőlünk egy icipicit. Hop hop.
Ikarus! Ikarus, Ikarus, megjött a kipör. Ikarus, Ikarus, megjött a kipör. Satyú gyerekek, megjött a kipör az Ikarushoz. Áj! Nem hiszed el, valami csoda, itt van most már. Megjöttünk, megjöttünk, és az Ikarus vár. Csodálatos Ikarus, megjöttem én már. Többet nem lesz gond, te kis. Jó, le van rohadva azért, na. Na. Szaki. Jaj, ez meg tűnj el innen, már tudom, hogy mit kell csinálni, barátom. Mennyire? Itt van valahol. Itt van valahol a kapcsoló, oda nézzél. Oda nézzél. Hoppá. Nem hiszed, de tudod drive-olni, hallod? Hallod? Hallod, hallod? Ebbe az ő fércumó, gyerekek. Figyeld, leszalási az ő. Ne, és akkor ott világít elől? Ne, nem mondod. Nem mondod, hogy elek a... Gyerekek, ajtónyitás, csukás, hallod? Ez azért ez adja. Első ajtó nyit. Mi volt ez a nyikorgás? Gyerekek, ezzel kell tovább menni, kész. Figyelj, tankolni kellene. Van bár 7 liter, 280 fér vele, hallod? Nincs semmi probléma, annyi üzemanyagom van, hogy azt nem tudod elképzelni. Gyerekek, ebből, ezzel szerintem a világba kimegyünk, hallod? Most ez ficcet félretéve szerint, állj, várja, puskát tegyük-e? Ezt ledobom ilyenkor. De ezt mire töltöm én ezt bele, hallod? Azon gondolkozok. Ezt nem tudnám slagolni, mert... Hallod, ezt nem tudom slagolni, mert ez így nekem halál lesz. Megy bele? Kilotyog. Nem megy bele, nem folyik. Ezt így nem tudom. Kom már azt a izét. Nem tudom, így hallod? Ez azért most... Egyébként azon gondolkozok. 8,5 liter, nem tudom meddig elég, de lehet, hogy baromi sokáig. Lehet azt kéne csinálom, hogy a hordókat... Fölhordom. De kinyitom a hátsó ajtót. Kinyitottam az ajtókat. Most szépen felhordom én ezeket a hordókat, valahol elteszem. Nem tudom, hova rakjam. A hátuljába kéne, vagy hova? Hát... Hogy látok ez? Horror karaván 2? Vagy valamileg... Figyeljetek, darabokban nem tudnám a Skodát felhordani. Most ez nem vicc, hallod? Van izénk, van monohorgunk, az jó dolog. De szerintem a Skodát azt felhordom én darabokba, vaz, motort, mindent. Azt majd, hogyha esetleg találunk valamit, akkor még jól lehet. Hülye, ne csináld képer. Ne hord fel a Skodát darabokba. Jaj, gyerekek. Várjatok, látszok. Szerintem elvágom ezt a részt itt. Itt, amit pakolok, meg mindent csinálok, az még iszonyatosan sokáig tart. Köszönöm szépen a figyelmet, várlak beleteket a következő résszel.